a mai adásában. Az ételünk, amit ajánlunk nektek, nem lesz más, mint a... Figyeljetek csak! Reggelire tudom ajánlani a chorizo tojással. Chorizo tojással? Chorizo tojással. Az mi? Mexikai kolbászszeletek sütve, rántottával és hasábburgonya van hozzá. Ha tudjátok esetleg a címét, írjátok meg kommentben. Mivel az alapanyagok, kezdjük el darabolni, szeletelni. A hagymával kezdünk, amit jelen esetekben fél főre vágunk. Vagyis fél szeletre. A többi alapanyaggal kapcsolatban van még a chorizónk, a tojásunk és a hasábburgonyánk. Egyszerű az ételünk, úgyhogy folytatjuk. A hagymánk elkészült, közben alágyújtunk a rezsónknak. Jöhet a chorizó szeletelése hosszan, sréhen. A chorizo főként az asztúriai konyha egyik jellegzetes kolbász terméke, ami Spanyolország északi részének egy nagy kultú tartománya. Tehát Mexikóban is jelen van, amit gyorsan megszerettettek az USA-ban. A chorizo nagyon hasonlít a magyar füstölt kolbászokhoz. Mivel mi is bőven jeleskedünk a kolbászgyártásban, érdekességként már hazánkban is kapható. Nagyon pikáns, jellegzetes és finom ízű. Jöhet a tojásunk. A tojással kapcsolatban annyit. A szétválasztása és a föltörése sokszor fejtörést okoz. Próbálok egy egyszerű módszert mutatni. Egyszerűen az éles késsel, egy icipici mozdulattal. Innentől kezdve nem fog szilánkosra törni, és nem kerül bele a héja. Kicsit sózzuk, kicsit borsozzuk, és villával elkeverjük. Tökéletes. Most, hogy felhevült a serpenyőnk, egy kevés olívaolaj, és kezdhetjük a hagymát. Kap egy kis fedőt. A fedőt azért tettem rá részben, hogy ne csak viruljon a hagymánk, hanem a saját gőzével egy picit párolódjon is, onnyadjon, mert ennek az ételnek ez a lényege, hogy ne pirított hagyma legyen, hanem inkább fogyasztott hagyma. Azt látjátok, már szépen kezdi fölvenni az alapját. Egy picit. A hagymácskánk megfelelően megfonnyadt. Jöhet hozzá a chorizo. Innentől kezdve tovább pirítjuk ezt a két finom alapanyagot. Közben elkezdhetjük sütni a hasábburgonyánkat is. Egy mini fritút kreáltam nektek, és beleraktam egy hőmérőt, ami körülbelül 186-187 fokot mutat. Ez az ideális hőmérséklet a fagyasztott hasábburgonyának a sütéséhez. De esetleg nincs otthon hőmérőtök, és egy darab szemet fogtok, és beleteszitek az olajba, és ha ez már elkezd így szépen buborékolni, akkor az felkészült a sütésre. Nem teszünk egyszerre sokat bele, csak körülbelül egy adagot. Látjátok, ilyen szépen elkezdett sisterebni. A lényeg, hogy ne hűljön le az olaj menet közben, tartsa meg a hőmérsékletét, és hogyha egy adagot tesztek bele, körülbelül 6 deci olajba, amit itt most épp jelen van, tökéletes hasábburgonyát fogtok kapni. Szépen pirulnak a cuccok, és a hasábunk is gyönyörűen sül. Kellőképpen megpirult a chorizónk a hagymával, úgyhogy most ezt egy kicsit félretesszük.
És ugyanennek a alapanyagoknak a sírjában sütjük meg hozzá a finom rántottát. A rántottával kapcsolatban annyit, hogy nem sütjük radír keménységűre, de azért remegő állapot csináljuk neki. Megpróbálok egy krémes, kellemesen zamatos állapotot. Jó? Elkészült a rántottánk. A bandban a hasábok is elkészült. Amit kis kapunk erre a kis szalvétkarandéle edénykében. Sorozzuk. Egy picit összekeverjük. Léthatjuk róla. Meg van mindenünk. Tálalás következik. Bombás vanok. A hasábot látjátok. Örik és robog. Lehet hozzá rántották. És a jelleget adó csorizó. Egy kis ketchup. És egy kis nézecske. És elkészült ez a pompás amerikai villásreggeli, amit esetleg egy átlanatok éjszaka után betoltok reggelire, garantálom, hogy az ebédre csak félváron fognak kacsingatni. Friss kenyérrel tálaljuk, nem marad most hátra. Jó étvágyat kívánok! Meghívom egy marhasültre, vagy amit akar, rendben? Csoriszó tojással. Mi? Csoriszó tojással. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, és ha gondoljátok, iratkozzatok fel. És ne felejtjétek, egyszerűen, gyorsan, finoman. Szevasztok!